Még egy utolsó adag szemetet gyömöszöl bele az acskóba ez a zombai polgárőr, aki a helyi általános iskolásokkal együtt tisztítja meg az utat Zomba mellett. A gyerekek rengeteg hulladékot gyűjtöttek össze az útmenti árkoknál, többek között műanyag üvegeket, nellőzacskó maradványokat, autóalkatrészeket szedtek össze. A tanulók az iskolai szemétszedési akció révén azt is meg tudták mondani, miért nem szabad szemetelni és mit kell tenni a hulladékkal, ha például kirándul vagy strandol az ember. Elvisszük magunkkal a szemetünket, vagy kidobjuk. Azért nem szabad szemetelni, mert a szemét az összegyűlik, és a világ az szétromlik, és az emberek már nem lakhatják, és hát elég sok szemét van. Szűcs Sándorné, az akció szervezője azt mondja, ezekkel a programokkal alakul ki a gyerekekben a környezettudatosság és a rendezett környezet iránti igény. El szoktunk menni egészen Szentgálig, aztán Taboldig, Felsőnánáig, és ez az általános útvonal. Tavaly 100 gyerekkel vonultunk ki, és 270 zsáknyi szemetet szedtünk tavaly ősszel. Most bízom benne, hogy talán egy kicsit kevesebb lesz a szemét. A szemétszedés már hagyomány a településen, mondja Szűcs Sándor, Zomba polgármestere. Nagyon régóta folytatjuk ezt. Sajnos muszáj. Mindig azt szoktuk mondani, várjuk a tavasz, meg várjuk az ősz, mert ekkor vannak mindig ezek az akciók, ugye tavasszal a téli lerakott vagy eldobált hulladékot, ilyenkor ősszel pedig a nyárit kell összegyűjteni. Nagyon sok a felelőtlen ember is. A település vezetése és az oktatási intézmény kesztyűt, mellényt, szemétszedő csipeszt és polgárőri kíséretet biztosított az akcióban résztvevő gyerekeknek. Úgy tudjuk, már az első órában több tucat zsáknyi szemét gyűlt össze.